November 1-ével kezdődött meg hivatalosan a téli krízis időszak a hajléktalan ellátásban, ekkor nyíltak meg országszerte a melegedők. Az utóbbi hetek tartósan hideg időjárása miatt egyre több hajléktalan tér be az evangélikus egyház által működtetett oltalomszeretett szolgálat nappali melegedőjébe. Ott népkonyha is működik, és éjszakára is be tudják fogadni a fedél nélkül élő embereket. Nyilván időjárástól is függ, de ilyenkor ezeken a napokon az éves átlaghoz viszonyítva némileg megemelkedik a kihasználtságunk. Nem drasztikusan, tehát nem kell azt gondolni, hogy itt több száz ember megfordul nálunk, de mindenképpen 130-140 fölött van a naponta igénybevőknek a száma, illetve a népkonyha esetében pedig 170 körül számítunk most a napi kihasználtságra. Természetesen ez vonatkozik a éjjeli menedékhelyünkre is. Ott is, bár 100 férőhelyre van működési engedélye, de így a téli hónapokban, téli napokon azért 100 fölött van itt is az igénybevevők száma. Nyilván innen sem küldenek ki senkit éjszaka, hanem ha szükséges, akkor akár pótágyakkal is, de megoldják az elhelyezést. A Nyíregyházi Rákóczi úti intézmény az év minden napján, így karácsonykor és újévkor is nyitva tart, ide várnak mindenkit, aki rászorul ilyen jellegű segítségre. Több hajléktalan azonban éjszakára sem megy be a melegedőkbe, az ő ellátásukról a Periféria Egyesület gondoskodik. 35-40 közterületen élő hajléktalan ember ellátásáról gondoskodunk, de ez nem azt jelenti, hogy ennyi hajléktalan lenne a városban, hiszen sokan igénybe veszik a szállásnyújtó intézményeket, illetve vannak, akiket szívességből befogadnak ezeken a téli napokon, heteken, hónapokon. Így körülbelül 3-400 hajléktalanról beszélünk a városban, akiknek egy jó részével mi kapcsolatban vagyunk. A Periféria munkatársai utcai szociális munkával próbálnak segíteni a hajléktalanokon, emellett a nap 24 órájában elérhető diszpécser szolgálat és a krízisautó is rendelkezésükre áll. Odafigyelünk arra, hogy élelmiszerhez hozzájussanak. Most éppen karácsonyi csomagot állítunk össze tartós élelmiszerekből. Azonban fogadunk felajánlásokat is, tehát ha valaki úgy gondolja, hogy meleg étellel szeretné segíteni az utcán lévő hajléktalanokat, akkor ide a diszpécser szolgálatunkhoz, ha telefonál, akkor mi szívesen érte megyünk és kiosztjuk. Az Egyesület mellett az oltalomszeretett szolgálat is készül az ünnepekre, a hozzájuk betérő rászorulókat karácsonykor ajándékcsomaggal várják.